megindult az a nagyon komoly nyugat-keleti áramlás, ami szó szerint Európa legnagyobb részéről kisöpörte a kontinentális hideg levegőt, és eljutott Európa legkeletibb részéig is. Most ezt élvezhetjük, tehát hogy az Atlanti-óceán hatása, ez az intenzív magassági nyugati áramlásnak köszönhetően az enyhébb légtömegek is ide megérkeztek, és szó szerint néhány napja, tehát épp karácsony kezdetére kitavaszodott nekünk. Már tudom, hogy az álmainkban az szerepel, hogy csodás fehér tájba öltözzön, és csodás fehér tájat tapasztalhassunk meg a karácsonyi időszakban, de úgy tűnik az elmúlt évek tendenciájából, hogy épp a karácsonyi időszak az, ami enyhébb periódusokat tartogatott, tehát most már hosszú évek óta nem volt fehér karácsony sem Szabadkán, sem pedig Szeged környékén, mert hogy a nyugat-délnyugati áramlással minden karácsonykor megérkezett a nagyon enyhe levegő. Igaz, hogyha visszaemlékezünk, akkor tavaly éppen a karácsony második napján, egy évvel ezelőtt hirtelen vissza is jött a hideg és ónos eső kezdődött, de most 12 fokban élvezzük ezt a szép tavaszias napsütést így karácsony második napján.